Az óriási érdeklődésnek köszönhetően újra megtekinthető a Hiroshima-Nagasaki atombomba kiállítás itt a Szikla Kórházban. A tárlaton több olyan eredeti tárgyal is találkozhatunk, melyek az 1945-ös atomtámadás következtében megrongálódva ugyan, de fennmaradtak. Bár a II. Világháború európai hadszínterén 1945. május 9-én befejeződtek a harcok, a világ túlsó felé még több hónapos küzdelem várt a szemben álló felekre. Az augusztus 6. és 9. japántért atomtámadás után szeptember 2-án a Szigetország is kapitulált. Több tízezer ember élete ért véget pontban 1945. augusztus 6-án 8 óra 15 perckor, amikor az Enola Gay nevű amerikai bombázó ledobta a városra a Little Boy elnevezésű atombombát. Az őt augusztus 9-én követő Fatman pusztítása közel 100 000 fős áldozatot jelentett Nagasaki térségében. A Szikla Kórház két részből áll, van egy kórházrész, illetve van egy atombunker rész. Ezek szervesen összekapcsolódtak már az 50-es évektől, ugyanis ez a második rész 1958 és 62 között épült a kórházhoz, ugyanis megfogalmazódott egy igény, hogy érdemes lenne itt a Várhegy alatt kiépíteni egy atombunkert, és mi azt gondoltuk, hogy ez a helyszín a legjobb lehetőség arra, hogy itt létrehozzuk ezt a Hiroshima-Nagasaki atombomba kiállítást. Ennek az apropója elsődlegesen az, hogy szerettük volna bemutatni a nukleáris fegyverek emberre és környezetre mért pusztító hatását, mi ezt a Hiroshima és Nagasaki atomtámadáson keresztül szerettük volna bemutatni. A kiállítás neve egy idézetből származik. Mégpedig az Én lettem a halál, a világok pusztítója. Ez egy Oppenheimer idézet, ezt az egyik kedvenc hindu költeményéből idézte a Trinity kísérletkor, ami 1945. júliusában volt. Ez egy teszt volt, az első bevetett, nem élesen, de bevetett atombomba volt. Ebben a teremben Hiroshima látképét láthatjuk a 45. augusztus 6-ai atomtámadást követően, amikor már a holttesteket eltávolították, a hőhullám és a lökéshullám hatására szinte semmi nem maradt a városból. Emögött a paraván mögött is ilyen képek vannak, amelyek ezt mutatják be. Az egyedülálló és hiánypótló kiállítás azért jött létre, hogy felhívja a figyelmet a kibontakozó új hidegháború veszélyeire. Abszolút az volt a cél, hogy itt a kibontakozó új hidegháború kapujában felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen elképesztő pusztításra képes az atomfegyver, illetve akár a hidrogén bomba is. Ez eredetileg egy vízszartály volt, itt kapott helyet két jelenet. Az első jelenetben azt láthattuk, hogy milyen pusztító hatása van az atomfegyvernek, ugyanis két árnyékképet láthatunk a falon. Azt érdemes tudni, hogy az atombombát, amikor ledobták, akkor elképesztő magas volt a hőhatás, tehát körülbelül a kialakult tűzgömbön belül olyan volt a hőmérséklet, mint a nap mellett. És azok az emberek, akik a tűzgömb közvetlen környezetében voltak, ők rögtön életüket vesztették, ugyanis elpárologtak, és egy-egy árnyékkép maradt csak utánuk. Ebben a jelenetben pedig a víz utáni sóvárgást szerettük volna bemutatni, ugyanis nagyon sok ember szomjazott egy kis tiszta víz után, és ezen is van a hangsúly, hogy tiszta víz. Sajnos ami csapadék formájában a földre hullott eső, az fekete eső volt a szennyeződések miatt, és ami összegyűlt egy-egy kisebb területen, vagy bármilyen dobozban, vagy tálkában víz, fekete eső, azt nagyon sok túlélő megitta, de idővel nagyon hamar életüket vesztették. Az eredeti tárgyakat a Hiroshima-i Béke Emlékmúzeum és a Nagasaki Atombomba Múzeum kölcsönözte a Szikla Kórháznak.
Itt a mögöttem látható kubusokban eredeti tárgyak vannak, épületdarabok, illesztékek, illetve tégladarabok, és ezeken láthatjuk, hogy a hő és a lökés hullám hatására hogyan is deformálódtak meg ezek a tárgyak. A fennmaradt, személyes tárgyakon keresztül ismerhetjük meg a tragikus emberi sorsokat. Ezt a helyiséget egy felégetett japán konyhaként szerettük volna bemutatni. Itt pedig a vitrínben eredeti tárgyakat láthatunk, amelyek Hiroshimából és Nagasaki városából érkeztek. Azt gondolom, hogy a tárgyak, illetve a hozzájuk tartozó szöveg abszolút magukért beszélnek. Én az ételhordó dobozt emelném ki, amiben mai napig megtalálható a rizs és a bab. Ez egy 10 éves kislányé volt, akinek a holttestére az édesanyja nem talált rá, csak az ételhordó dobozára, ami rajta volt a kislánya neve, Reiko, és igazából ez alapján tudta beazonosítani, hogy a lányai lehetett, aki sajnos életét vesztette. Mögöttünk lévő folyosón eredeti festményeket láthatunk, ezeket a hiroshimai támadás túlélői rajzolták, ugyanis éveken keresztül nem volt meg a lehetőségük arra, hogy eredeti képeket publikáljanak, de valahogy fel kellett dolgozniuk az őket ért traumát, és ez volt a legjobb módja ennek. Egyébként ezek kronológiai sorrendben vannak. Ha megérkezünk a legutolsó helyszínre, akkor egy feloldást kapunk, ugyanis színes papír darumadarak ékesítik a plafont. Ennek szimbolikus jelentése van. Japánban egyébként egy kultikus madárnak számít a darumadár, ugyanis úgy tartják, hogy ha valaki 1000 darabot meghajtogat ezekből a madarakból, akkor valami nagyon jó dolog fog vele történni, vagy felgyógyul az adott betegségéből. Ez a boldogság szimbóluma Japánban. Volt egy kislány, akihez szervesen kapcsolódik ez a történet, mégpedig Sadako Sasaki. Ő 2 éves volt, amikor bekövetkezett az atomtámadás, majd 10 évvel később leukémiát diagnosztizáltak nála. A kislány annak ellenére, hogy több mint 1000 darabot meghajtogatott a madarakból, sajnos nem élte túl a betegséget és életét vesztette. Egyébként nagyon érdekes, hogy Japánban, japán gyerekeknek és felnőtteknek azt mondják, hogy Sadako csak 644 darabot tudott meghajtogatni a madarakból. Ezzel is igyekszik az állam ösztönözni a japánokat arra, hogy ők maguk is hajtogassanak darumadarat és látogassanak el Hiroshimába, illetve a hiroshimai BKM-ék múzeumba. Itt a Sziklakórházban mi kiállítjuk Sadako madarait is, természetesen nem mind az 1300-at, 3 darab van itt, illetve Barack Obama volt amerikai elnöknek is itt van egy madara, ugyanis Hiroshima városának 4 darabot adományozott, felhívva a figyelmet arra, hogy mennyire fontos azért küzdeni, hogy egy atomfegyvermentes világban éljünk. Erre hívta fel a figyelmet, mint első amerikai elnök, aki ellátogatott Japánba, illetve Hiroshima városába, és az ő egy madarát is megtekinthetik itt a látogató. A kiállítást augusztus végéig lehet megtekinteni.